Az 1552-es ostrom utolsó napja, október 17-e évfordulója alkalmából idén is programokat rendeznek az Egri várban. Történészek, muzeológusok, régészek tanácskoznak majd a Végvár konferencián, ami idén Zrínyi Miklós korát eleveníti fel. Különleges előadója is lesz a konferenciának, dr. Günhan Borecski, török kutató, egy az Egri vár 1596-os ostromának eseményeit leíró naplót mutat be. Szenzációs bejelentése és bemutatása lesz annak a eseménynek, hogy Anatóliában egy levéltárban megtalálta 1596-ban itt Egerben szolgált török katonatisztnek a naplóját, melyből sok érdekes eredeti dokumentum és momentum lesz arról bemutatva, hogy mi is történt itt 1596-ban. A háromnapos Végvár konferencia utolsó állomása az Egri várnapja lesz. Október 17-én pénteken színes programokkal, például solymász bemutatóval, kézműveskedéssel, bábelőadással várják az érdeklődőket. Interaktív tárlatvezetések, vagy a Kocsira Ládám hegyibe Párnám című néprajzi kiállításhoz egy hagyományőrző bemutató is lesz, az ágyvitelt fogják bemutatni a felső tárkányiak. A Vármúzeum októberben az egri csillagok újraolvasására is buzdítja az egrieket. Közösségi oldalukon fiktív személyek bőrébe bújhatnak az olvasók, és múzeumi ajándékokat nyerhetnek.